12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hogyan emlékezzenek önre 100 év múlva? Édesapám tenor volt, egy fiú pedig mindig az apját utánozza, így hát én meg kis tenor lettem. Anyám azt mondogatta, fiam, neked gyönyörű hangod van, de én leintettem, hogy elfogult, mire ő, nem, ha apád énekel, neki sosem mondom. Lucianónak csodálatos hangja volt. Csak kinyitotta a száját, és minden könnyen ment. Egy idegroncs volt minden fellépés előtt. Folyton azt mondta, megyek meghalni. Mindig eltalálja a hangot? Nem. Ez a szép az én szakmámban. Néha nehéz eset volt. Sok felelősség volt a vállán. A helyi újság Luciano gyere hazaszallak címmel jelent meg. Pavarotti sok százezer nézőt vonzott. Ő lett a világra szóló rockstar. Mr. Pavarotti, az utazásai mindig olyan hotelszobát kér, amiben konyha is van. Rómában először egy színpadon a világ 3 vezető tenorja. Luciano felhívott, hogy gyógyulj meg hamar, nincs konkurenciám. Magányos életet élt. Távol az otthonától, a családjától. Nem bírta elviselni az igazságtalanságot. Teljesen a rögeszméjévé vált, hogyan segíthetne másokon. Megtanultam szeretni az embereket. Ön bízik másokban? Viccel? Létezni sem tudnék bizalom nélkül. A nagyszerűségének az oka az, hogy megélte azokat a dalokat. A hibák, amiket elkövettél, a remények, a vágyak, ezek mind ott dübörögnek az előadásban. Luciano, egyszeri és megismételhetetlen. Pavarotti. Hamarosan a mozikban.